több pénz jut a gyógyításra, napelemparkot kapott a Szigetvári Kórház. 10 előadás szerepel a versenyprogramban, idén 5. alkalommal rendezik meg a KASZT-ot. Saját lábon, vállalkozás tervezési verseny középiskolásoknak. Ízületi sérülések és kezelésük, sportkonferencia az egyetemen. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Befejeződött a Szigetvári Kórház napelemes rendszerének telepítése. Az egészségügyi intézményben 1764 darab napelempanel került elhelyezésre, amely 243 millió forintba került. A kórház így évente 170 tonna üvegházhatású gáz kibocsátását tudja mellőzni a környezetbarát beruházás üzembe helyezésével. Napelem panelek a Szigetvári Kórház épületein, valamint az intézmény udvarán. Hivatalosan csütörtökön adták át a kórház melletti napelem parkot. 300 átlagos háztartásnak az éves fogyasztását tudja megtermelni évente. A Szigetvári Kórház tekintetében pedig a teljesítménye a kórház több mint 4 havi éves átlagos fogyasztását tudja biztosítani. Ami nagyon fontos, hogy ugye közvetett módon a károsanyag kibocsátási szint visszaszorításával a lakosságnak az egészségügyi állapotát közvetve is javítja. A környezetbarát áramtermeléssel megspórolt rezsiköltség pedig az egészségügyi fejlesztésekre fordítható. A kórházban nem ez volt az egyetlen beruházás az utóbbi években. Az elmúlt 8 éves időszakban a Szigetvári Kórház vonatkozásában 4 milliárd forint értékű pályázati pénzeszközt használtunk fel arra, hogy maga a kórház az itt élők, illetve a környéken élők, illetve a szolgáltatású területen élőknek a mindennapjait próbálja megorvosolni, ami az egészségügy vonatkozásában nagyon fontos nekünk. Több mint 60 ezer ápolási napot nyújt szolgáltatásként a kórház a környéken élőknek. Ezért fontos a folyamatos fejlesztés, mondta az országgyűlési képviselő. A mostani beruházásban 1764 napelempanel került a zöld területre, ami évente 475 ezer és 600 ezer kilowattóra között termel áramot, miközben 170 tonnával csökken a kórház széndioxid kibocsátása. A napelempark 243 millió forintos uniós forrásból valósult meg. A Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi kara ad otthont a 34. Országos Tudományos Diákköri Konferenciának április 11-e és 13-a között. Az idei közgazdaságtudományi szekcióban közel 500 diák vesz részt, mint versenyző, ami egyöntetűen azt mutatja, hogy rendkívül sok fiatal közgazdász hallgató végez tudományos munkát országszerte. Az idei OTDK azért is különleges, mert nem csak a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat, hanem a középiskolás tanulókat is várják különböző színes programokkal, mint például a kutatótanoncok kerekasztala, melynek keretében interaktív beszélgetésre lesz lehetőségük korábbi OTDK versenyzőkkel, de emellett különböző workshopokon is részt vehetnek majd. Ha tavasz, akkor egy könnyed rozé, húsvétkor viszont inkább tájjellegű vörös. A szakember szerint a 2018-as évjáratú új borok igen magas minőségűek, így azokat is bátran fogyaszthatjuk. A tavalyi szőlőtermésnek ugyanis jót tett a meleg nyári és az enyhe őszi időjárás. Jó beérésű, magas minőségű borok készülhettek 2018-ban, mondja Ziegler Adrián, a Borkatedrális Pincészet ügyvezetője. Jelenleg elsősorban a tavalyi termésből készült fehér és rozé borok kerülnek piacra. A tavasz beköszöntével inkább a könnyedebb borokat javasolja fogyasztásra az ügyvezető. Húsvétra készülve azonban más fajtákat is ajánl. Ha sonka, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen tájjellegű vörös borok javasolnék, ami nagyon-nagyon szép borunk, és úgy néz ki, hogy több helyi pécsi borversenyen elhozott komoly eredményeket a 2017-es évjáratú kékfrankos borunk, úgyhogy azt nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom a húsvéti asztalra, de hát a tájjellegű borok akkor azért villány kapcsán én azt gondolom, hogy a portugízer, kékoportú szőlőből készült portugízer borunkat is azért elengedhetetlen megemlíteni. A borbolt egyébként ismét visszaköltözött régi helyére. A pincészet kínálatát a Hajnóci piac üzlet során vehetik szemügyre a vásárlók.
Pécset április 10-én, szerdán 13 és 18 óra között véradás lesz a civil közösségek házában. Ez alkalomból nemes versengésre hívják a civil szervezeteket, nem formalizált csoportokat, baráti társaságokat. Toborozzanak véradókat tagjaik, önkénteseik, klienseik között. A legtöbb véradót küldő szervezet csoport egy reggelit vagy uzsonnát nyerhet 10 fő erejéig az együttes által működtetett kávézóban. Minden véradó vendég egy pár virslile és egy italra hivatalos. Idén 5. alkalommal rendezik meg a Komlói Amatőr Színházi Találkozót május 30-a és június 2-a között. A fesztiválon egy 10 előadásból álló versenyprogramot nézhetnek meg az érdeklődők. A bemutatók mellett off-programok kísérik a rendezvényt. Különböző gyermekprogramok, koncertek és kézműves foglalkozás várja a látogatókat. Miért csinálunk színházat, hogy valamit hozzátegyünk az emberi élethez? Mondta Pataki András, a Komlói Amatőr Színházi Találkozó fesztivál igazgatója. Idén 5. alkalommal rendezik meg a seregszemlét május 30-a és június 2-a között. Az esemény sajtótájékoztatóján elhangzott, összesen 76 előadást neveztek különböző nem hivatásos társulatok. Pataki András ezek közül választott ki 10 darabot, melyek a KASZT versenyprogramját alkotják. Mindenféle műfajban, legkülönbözőbb stílusokban kerülnek ide előadások, magyar szerzőktől és nem magyar szerzőktől egyaránt. Jól ismert világirodalmi klasszikusoktól is látunk itt előadásokat, és olyan kísérleti jellegű produkciókat is látunk, amelyek meg lehet, hogy megismételhetetlenek, és az is lehet, hogy nincsenek is leírva. A 10 kiválasztott előadás között szerepel 2 határon túli bemutató is. Magyarország területéről pedig többek között Celldömölkről, Pápáról, Székesfehérvárról és Győrből érkeznek társulatok. A tavalyi évben több mint 5000 voltak kíváncsiak a fesztiválra, idén is ilyen nézőszámra készülnek a szervezők a 4 nap során. Az, hogy egy fesztivál igazgató végig nézi az előadásokat, kiválogatja a 10 legjobb előadást, és ezt a 10 előadást idehozza a fesztivál, és egy helyen lehet őket megnézni, egy hallatlan nagy lehetőség a közönség és a szakma számára. Egy helyszínen 3-4 nap alatt végig lehet tekinteni az összes ilyen előadást. Hoppá Péter hozzátette, még 2018-ban 10 millió forint volt a találkozó költségvetése, idén ezt további 2 millió forinttal egészíti ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság. A 4 napos esemény során a színházi előadások mellett off-programokkal is készülnek a szervezők. Családi nap, gyermekprogramok, sztárfellépők és kézműves foglalkozás várja az érdeklődőket, de a jazzzenével is megismerkedhetnek a látogatók. Több mint 5 milliárd forintos beruházás zajlik a Pécs-Pogány repülőtér mellett. Az első ütemben átadott 1900 négyzetméteres összeszerelő csarnokban évente nagyjából 100 kisgépet raknak össze, illetve felhúztak egy irodaházat is, ahonnan a Kecskemétről Baranyába települt Magnus Aircraft ZRT-t irányítják. A fejlesztés azonban itt nem állt le. A társaság arról tájékoztatta a pecsiujság.hu-t, hogy a 2018. októberében átadott egység közvetlen szomszédságában már épül az újabb, körülbelül 5000 négyzetméter nagyságú üzem, ahol a repülőgépek szerkezetéül szolgáló kompozitot állítják majd elő. A tervek szerint a munkálatokkal nyáron végeznek. Saját lábon elnevezéssel vállalkozás tervezési vetélkedőt hirdet a gimnáziumokban, szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban a 2018-19-es vagy a 2019-20-as tanévben végzettséget szerző fiatalok részére a Baranya megyei kormányhivatal. Még április 8-áig várják a pályázókat, akik 3 fős csapatokban versenyeznek majd. Városismereti turisztikai app, adalékmentes pékáruk vagy házhoz jövő szépészeti szolgáltatás. Mindezek középiskolások ötletei, amit a Baranya megyei kormányhivatal versenyre adtak be. Ezek a felvételek egy korábbi versenyen készültek, a saját lábon elnevezésű vállalkozás tervezési megmérettetésen. Idén is várják a vállalkozó kedvű középiskolások jelentkezését. Végzős középiskolás hallgatóknak hirdetjük meg. Az idei évben most már nem csak a szakgimnáziumokban vagy szakiskolákban tanulókra gondoltunk, kiterjesztettük, valamennyi Baranyában élő és működő középiskolásra számítunk. Az elmúlt év azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt, jó és komoly ötletek születtek a verseny során, itt is ezt várjuk. Reményeink szerint tudunk majd országos szakpolitikust is meghívni a zsűribe, mert arra mindig figyeltünk, hogy vállalkozók, sikeres üzletemberek,
vezetők ott legyenek, és tanácsaikkal tudják segíteni ezeket a fiatalokat, és ahogy eddig is, értékes nyereményekkel tudjuk motiválni a pályázókat. Három fős csapatok jelentkezését várják, akik egy általuk választott segítő tanárral vehetnek részt a versenyen. Beadási határidő április 8-a, hétfő délután 4 óra. További információt a Baranya megyei kormányhivatal oldalán találnak az érdeklődők. A pécsi járási ügyészség súlyos testi sértés büntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki egy kocsmában leütött egy kéregető férfit. Tavaly augusztusban Pécs belvárosában egy söröző kert helyiségében italozott a vádlott, amikor a presszóban megjelent az ittas állapotban lévő sértett. A sértett a vendégektől, így a vádlottól is pénzt próbált kérni. A vádlott közölte a kéregetővel, hogy nem ad pénzt. A sértett azonban ennek ellenére tovább folytatta a kéregetést a vádlottól is, aki egy alkalommal ököllel arcon ütötte a sértettet. A bántalmazás következtében a sértett kétoldali állkapos csonttörést szenvedett el, amely 8 napon túl gyógyuló sérülésnek minősül. Jubilál a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága. Idén 50 éves születésnapját ünnepli a pécsi területi képviselet. Ebből az alkalomból rendeztek ünnepi konferenciát az MTA Pécsi székházában. Közel 100 akadémikus, tudományos szakember és kutató vett részt az eseményen. Több egyetem rektora, városi, egyházi előjárók, valamint az akadémia vezető is jelen voltak az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága fennállásának 50. évfordulóját ünneplő eseményen a Pécsi Székház konferencia termében. Vékás Lajos, az MTA alelnöke, Lovász László elnök helyett köszöntőjében elmondta, az elmúlt 5 évben végiglátogatta az akadémiai bizottságokat. Pécset többször is járt, és azt állapította meg, hogy az MTA kisugárzását, hatókörét a területi bizottságok jól biztosítják, képviselik, köztük a Pécsi Akadémiai Bizottság is. Mindig kiváló volt a Pécsi Akadémiai Bizottság keretében az orvosi bizottság. Olyan iskolateremtő egyéniségek, mint Flerkó Béla vagy Méhes Károly, még elnökként is működtek a Pécsi Akadémiai Bizottság élén. Az utóbbi években örömmel tapasztaltam, hogy a társadalomtudományok is erősek lettek, hiszen több akadémikus tartozik ezekről a területekről a Pécsi Akadémiai Bizottsághoz. Lénár László, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke többek között a kezdetekről beszélt, miszerint az MTA annak idején elhatározta, hogy területi bizottságokat hoz létre. 1969. január 28-án megszületett a döntés, melynek értelmében ezt másodikként Pécset valósítanák meg. Jelen pillanatban 5 és még egy 6. ilyen területi bizottság működik, tehát Szeged, Pécs, Debrecen, Veszprém, Miskolc, és most már Kolozsváron is, tehát a jelenlegi határokon túl is. Ezeknek a területi egységeknek a feladata regionális, tehát a regionalitás mentén összekapcsolni a tudományt, a kutatási stratégiákat, és a tudományos eredményeket közvetíteni a társadalom felé. Ez egy rendkívül fontos missziós feladat, aminek mi örömmel teszünk eleget. Hopál Péter Pécs országgyűlési képviselője szerint a teljes társadalomnak hálásnak kell lennie az akadémikusok munkájáért. Pécs városa nevében Őri László alpolgármester elmondta, köszönet illeti az elődöket, akik a tudomány különböző területein alkottak maradandót, a pécsi közösség hírnevét öregbítették. Az emberi agy nem fejlődött olyan mértékben, mint az a technika, amit létrehozott, ezért a gondolkodást semmi sem helyettesítheti, mondta megnyitón Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora. Szerinte az akadémia és az egyetem között rendszeres és eredményes az együttműködés. Pénteken tovább emelkednek az üzemanyagárak, a benzinára bruttó 6 forinttal, a gázolajára pedig bruttó 4 forinttal változik. Így a benzin átlagára már 392 forint lesz, a gázolajé pedig 399 forint literenként. Szinte teljesen eltűnik az árkülönbség a két termék között, a korábbi akár 50 forintos árkülönbség mostanra csupán 7 forint lesz. Ízületi stabilizáció a sportban címmel szervezett szimpóziumot a PTE Testnevelési és Sporttudományi Intézete, amelynek különlegessége volt, hogy a meghívott szaktekintélyek előadásai mellett az intézet saját kutató munkáinak eredményeit is bemutatták a hallgatók. A funkcionális instabilitásból származó sérülések megelőzése fontos egészségpolitikai stratégia is, hiszen a kezelés hatalmas összegeket emészt fel az egészségügyben.
Benkovics Edit gyógytornász a versenysportolók törzs stabilizációjának jelentőségéről beszélt az ízületi stabilitás a sportban elnevezésű szimpózium népes hallgatóságának. Az ízületi sérülések, mint az inszalak, húzódások, ficamok leggyakrabban stabilitási problémák miatt történnek, így a helyes technikai kivitelezésre különösen nagy hangsúlyt kell fektetni az edzések során. Mert nagyon lényeges, hogy a gyerekek sportoljanak, de úgy sportoljanak, hogy maradjanak egészségesek, és ahhoz, hogy egészségesek tudjanak maradni, óriási jelentősége van a kutatásoknak abban, hogy tudják megőrizni ezt a törzs izmok fejlesztésével, a stabilizáló izmok fejlesztésével. Nagyon fontos ez a konferencia, hogy az edzőknek átmenjen ez az üzenet. A szimpóziumra két neves gyógytornászt és két erőlléti edzőt hívtak meg, de a Testnevelési és Sporttudományi Intézet saját kutatási eredményeit is ismertették a hallgatók. Különösen fontos, hogy ezen a szakterületen a testnevelő tanárokat, edzőket, terapeutákat, sportorvosokat és gyógytornászokat modern probléma megoldásra ösztönözzék a sportsérülések megelőzése érdekében. Ez az izületi stabilizáció, ami a szimpóziumnak is a szlogénje, ez egy olyan trend, amely jelentős problémát okoz a sportolásban, nem csak az élsportolásban, hanem a rekreatív sportolásban is, hiszen nagyon sok a sérülési rizikó az emberekben, az ülő életmód következtében, nagyon sok a sportolónak is a sportolók sérülési rizikó és a sportsérülések is a megnövekedett teljesítménykényszer miatt. A funkcionális instabilitásból származó sérülések kezelése hatalmas összegeket emészt fel az egészségügyben, tehát megelőzésük egyben fontos egészségpolitikai stratégia is. Ismét közönségcsologató táncversenyt rendez a pécsi Fordon Táncklub az Expo Centerben. A 11. Databox Free Dance Style Magyar Kupa minősítő verseny és csapatbajnokság a klub visszatérő rendezvénye, több mint 12 éve rendezik évente két alkalommal. Ez a pécsi Fordon Táncklub idei rendezvény sorozatának harmadik állomása lesz. A pécsieken kívül a megyéből érkeznek bói, szajki és pécsváradi táncosok is, de ezúttal több budapesti klub is leadta nevezését. Az előzetes nevezések szerint 360 táncos fog versenyezni szombaton 12 és 19 óra között az Expo Centerben. Vajszló kivételével a megye valamennyi integrált intézményéből érkeztek gyerekek a tanulásban akadályozott diákok számára kiírt mezei futásra. A legrövidebb táv 1200 méter volt, míg a legidősebbeknek 3000 métert kellett futniuk a Kozár-Mislanyi tó körül kialakított pályán. Korcsoportonként és nemenként az első két helyezett tanuló jutott az országos döntőbe. Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a megye tanulásban akadályozott diákjainak mezei futóversenye. A komlóiak továbbjutási reményekkel érkeztek Kozár-Mislenybe. Még elsőnök ez a helye még nem voltam, most lesz az első, sőt, de nagyon szeretnék első lehelyezetet érni. A gyerekek sokat készültek a versenyre az iskolában. Itt voltam mezei futáson, hát itt első helyezett voltam, most hát várom azt, hogy első vagy második legyek, és gyakorolom. A komlói éltes egymiből 10 diákot hozott el a testnevelő a megmérettetésre. Ez nagyon fontos, mert iskolánk egyik kiemelt profilja ez, van egy országos első helyezettünk is, és van több országos második helyezettünk is. Az indulók között voltak olyanok is, akik a március elejé Pécs-Harkány centenáriumi országúti futóversenyen is indultak az iskolai váltóban. Nagyon jól sikerült, én ugyanott azt mondtam, hogy szeretném az első 10-be hozni őket, de nagyon-nagyon széles volt a mezőny, így is az abszolút váltó közül a 19. helyen értek célba, ami egy óriási teljesítmény a srácoktól, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk az eredményünknek. A tanulásban akadályozott fiataloknak az 1200, az 1500, a 2000 és a 3000 méterek valamelyikét kellett teljesíteniük. A megyei fordulóról korcsoportonként és nemenként az első két helyezett jutott az országos döntőre. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Partner találkozó keretében díjazta azokat az ügyfeleit az Erste Bank, akik legalább két évtizede az üzleti partnerei. A találkozón elhangzott, a kis- és középvállalkozások a jövőben is meghatározói lesznek a gazdaság fejlődésének, és munkájukat a bank előnyös hitelezési konstrukcióval segíti. Darabszámot tekintve a produktív vállalkozásoknak több mint 90%-a a KKV-szektorban képviselteti magát, foglalkoztatottaknak több mint 50%-a KKV cégek alkalmazásával áll, és a GDP 25%-át termeli ez a szektor.
Nem véletlen, hogy az Erste Bank kiemelt figyelmet fordít az ebben a szektorban működő vállalkozásokra. Különösképpen azokra, melyek több évtizede partnerei a pénzintézetnek. Őket jutalmazta a partner találkozón, ahol az is elhangzott, több mint 450 olyan üzletfelet tartanak nyilván, akiknek legalább két évtizedes kapcsolata van a bankkal. Én azt gondolom, hogy az üzletnek a két alapja az egy jó gazdasági eredmény és egy nagyfokú bizalom. Erre építheti a bank a hosszú távú stratégiáját. Mindenképpen fontos, és nagyon a bírálatoknál, döntéseinél nagyon figyelembe vesszük azt, hogy kinek milyen tradíciói vannak a banknál, milyen volt a korábbi kapcsolatrendszerünk, ez egy előnyt jelent. Tigelman Gábor arról is szólt, a tavalyi esztendőben a térségben működő KKV-k hitelállománya 8%-kal, országosan 12%-kal gyarapodott. Az idei esztendőben 6 vállalkozás képviselője vehette át a bank ajándékát az együttműködésért. Nyilvánvalóan a pénzügyi feltételeket biztosítani kell mind a két fél részéről, mind a banknak, mind a vállalkozónak, teljesíteni kell az által vállaltakat. Emellett a személyes háttér nyilván szintén egy plusz rendkívül fontos tényező, ami megkönnyítheti és megerősítheti az együttműködést. Szerdahelyi Róbert a kis- és középvállalkozások területének banki igazgatója úgy véli, a gazdasági növekedés gerincét továbbra is a KKV-k adják majd. Az természetesen kérdés, hogy melyik régióban, melyik országrészben, melyik az az ágazat, ami kiemelkedően fog tudni teljesíteni. Értelemszerűen ott, ahol jelenleg is beszélgetünk Szekszárdon, de Dél-Magyarországon mi az agráriumot, az élelmiszeripart, a feldolgozóipart látjuk annyira potensnek, hogy a húzó ágazat szerepét be tudják tölteni. Természetesen az országnak vannak olyan részei, ahol inkább az ipari termelés, a fémipari, műanyagipari feldolgozása a fő ágazat. A Magyar Nemzeti Bank megközelítően 1000 milliárd forintot biztosít a bankszférának a hatékonyabb gazdálkodás és a munkaerő problémák kezelését szolgáló hitelek kibocsátására. Az Erste egy fix 2,5%-os kamatozású beruházási hitelt kínál a szektornak, melyben a pályázók akár 1 milliárd forinthoz is hozzájuthatnak. 60%-kal többen vették igénybe a komp szolgáltatást márciusig, mint a tavalyi év ezen időszakában. A szakemberek szerint a főszezonban is tovább emelkedhet a forgalom a magyar tengeren. A Balatoni Hajózási ZRT munkatársai télen sem pihentek, hiszen a géppark nagy részét felújították. A Baross még télen a sóján. A flotta legifjabb kompján motorfelújítási és egyéb javítási munkákat is elvégeztek a szakemberek az elmúlt hónapokban. Gyakorlatilag a hajótestnek egy teljes körű felújítása történt. Sok helyen elvékonyodott, elkorrodálódott a lemez, ezt ki kellett természetesen cserélni, hiszen számunkra rendkívül fontos az üzembiztonsága, az utasoknak a biztonsága. Ezen kívül természetesen végrehajtottuk a szokásos karbantartási munkákat is. A főmotor is például ezen a karbantartási munkálaton átesett, és múlt héten egy nagyon gondosan előkészített munkafolyamat eredményeként újra vízre került ez a 470 tonnás jármű. A balatoni hajózás történetében 2018 rekordévnek számított, hiszen soha annyian nem használták még a társaság flottáját és szolgáltatásait, mint tavaly. A Balatoni Hajózási ZRT vezetősége azonban az utasforgalom tovább növekedésében bízik. Szállított gépjárművek számában is egy 51%-os emelkedés van. Körülbelül 10 000-rel több gépjárművet szállítottunk, és már a gépjárművek száma is meghaladta a 29 000-et. De a legnagyobb emelkedés egyébként a kerékpárosok vonatkozásában merült fel, hiszen nagyságrendileg 2000 kerékpárt szállítottunk az idei évben, ez az előző évnek a négyszerese. A balatoni kompok kihasználtsága így már nem csak a főszezonban emelkedik, hanem szinte egész évben. A húsvéti ünnepekre is készülnek a társaság munkatársai, hiszen akkor már hivatalosan is elindul a menetrend szerinti személyhajó forgalom, a kompok pedig, ha a forgalom úgy kívánja, a menetrend felfüggesztésével sűrűbben járnak majd. Új sporteszközök és az európai szabványoknak megfelelő ütésvédelem is épül a bátaszékiek által előszeretettel használt játszótéren. A fejlesztések a lakók igényeit is figyelembe veszik, ezért zajfogó hálók kerülnek a sportpályák kapui mögé. Egy B-típusú sportpark tud megvalósulni itt a Bézikhem játszótéren. Bátaszék legnagyobb játszóterének szolgáltatásai ezzel tovább bővülhetnek. A 70 négyzetméteres területen 10 sporteszközt helyeznek majd el, várhatóan még a tavasz folyamán.
Ezzel együtt tovább folytatódik a játszótér játékainak biztonságosabbá tétele is, mondta Bozsadik Robert. A tavalyi esztendőben kezdtük meg az ütéscsillapító szigeteknek a cseréjét. Ennek megfelelően két játék alatt tudtuk kiváltani a homokos ütéscsillapítást egy gumiszigetes ütéscsillapítással. Ezt ebben az esztendőben is folytatni kívánjuk. Egy, maximum kettő játék alatt próbáljuk ezt a lehetőséget biztosítani, hiszen ebben az esztendőben mintegy 1,5 millió forint áll rendelkezésre a játszóterek karbantartására, felújítására. Ezzel párhuzamosan a játszótéren lévő sportpályák felújítására is sor kerül. És a lakók kérdésének megfelelően a kapuk mögött labdafogó hálók is lesznek a zajcsökkentés érdekében. A játszótér több funkciót is ellát, hiszen itt rendezik a városi gyereknapot és a nyárzáró programot is. A tervek szerint a többi játék alatt is rövidesen kiváltják a homokos ütéscsillapítást a korszerűbb és Európai Uniós elvárásoknak megfelelő gumiborításra. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Több pénz jut a gyógyításra, napelemparkot kapott a Szigetvári Kórház. 10 előadás szerepel a versenyprogramban, idén 5. alkalommal rendezik meg a KASZT-ot. Saját lábon, vállalkozás tervezési verseny középiskolásoknak. Ízületi sérülések és kezelésük, sportkonferencia az egyetemen. Pénteken délnyugat felől egy kiadós csapadékzóna érkezik, napközben egyre nagyobb területen esőre, záporokra készülhetünk, nyugaton, délnyugaton, zivatarra. Továbbra is élénk, erős, helyenként viharos lesz a déli-délkeleti szél. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, míg keleten 22-23 fok lehet, nyugaton délután 12-13 fokig esik vissza a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, a honlaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami érdekes lehet mások számára is, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikére. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!